Üdvözöllek titeket a BB konyhába! Itt volt már videó? Nem. Ej! Velem nem. Ej, akkor üdvözöllek titeket először a BB konyhába, az új BB konyhába, a B konyhába igazából. Itt van BB. Sziasztok! És a mai nap lángost fogunk sütni. Ezeket nem lángos. De! Let's go! Szóval krumplis lángost fogunk csinálni nem olyan egyszerűen, és három különböző ízbe fogjuk ezt tálalni magunknak. Ami nem lesz más, mint egy sajtos tejfölös fokhagymás, egy édes, ami nutellás áfonyás lesz, illetve egy magyaros, ami egy sajtos tejfölös szalonnás, hagymás, kolbászos, paprikás. Az első lépésünk, hogy krumplit főzünk. Először is kell egy pucol. Hol van? Give it to me. Mi? Az edényeknél kereste. Ne oda! Van kukla! Légy szíves! Azt tudod, hogy innen utána át lehet rakni a kukába a dolgokat. Jó, akkor ide rakom a kukát, hogy majd egyszerű legyen. Hozzávalóink elsősorban nyilván krumpli lesz az alapja, kell majd nekünk liszt, só, cukor, és a tésztához még szükséges kefír is, ez most egy ilyen nagyon különleges, tehát még nem kefír, tudja. Kefír. Ja. Kell hozzá élesztő is, és nagyjából a tészta az így fog kinézni, a feltétek meg ugye még itt látható. Nagyon extra lesz. Pucoljad! Ez olyan, mint a jó magyar szakmunkások. Egy dolgozik, a többi nézi. A többi pofázik. Többi. Hello, többi vagyok. Tényleg, hogy nem tudod, hogy mit csinálj. Megnézem, hogy egyáltalán hogy kell. Szóval... Hogy elveszed a telót, lehet látod. De nem a telót. Szóval kell nekünk ki... 250 g krumpli. Az amúgy lehet annyi. Hát, jó, hát nagyon krumplis lángos lesz. Jó. Vizet kérek. Amúgy, hogyha felvágjuk, gyorsabban megfelel. Vágja fel a krumplit. Vágja meg se most. De meg se most. De most. Kérem, mossa meg és vágja fel előbb a krumplit, majd új vizet töltsen rá. Liszt! Azt elfelejtettem meg. Pont elég. Hát amúgy mivel több a mivel több a krumpli, több lesz a liszt is. Megvágtam a körben. Jó. Kell nekünk egy nagy lábos, ami nem is lábos, hanem áll. Az lábos, vagy lábas? Az jó lesz. Na, és akkor találkozunk egy óra múlva. Nem. Vagy de. Nem, nem, nem! Hát meg kell nézni, hogy ez is jó. Te nincs megmosva. Hát jó, hát ilyen nem szabad lesz. Miért? Prove me wrong. Meg fogják jönni azt az hozzászólag, hogy áfonyát nem szabad megmosni. Mi? Indulhatjátok meg a komment szekcióban. Igen, tovább nem szabad, tovább nem szabad. Szóval most, hogy készen van a krumplink, le kell szűrni, illetve szét kell nyomni. Smash! Hol a szűrő? Most, hogy megvan a krumplink, és mivel nincsen krumpli nyomunk, ezért a szűrő lesz a krumpli nyomó. Mutatjuk ezt a magyaros technikát. Kész. Krumpli a laborba. Oké, okay. Első na. Összetevő pipa. Ja, nem. Még nem pipa. Először amúgy a folyékony alapanyagokat kéne hozzárakni, de... Mindegy. Glug, glug, benne glug, van a glug, 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 glug. Következő tej! Azt nem is vettem még előtt. Nem a szalámit kerestem. Mennyi kell vele? 10 gram. Ez ennyi, ott a 10-es. Szépen bele kell morzsolni. Új, nagyon szép. De kell, hogy meleg legyen. Langyos. Kezdjük el összemixelni ebbe a dolgokat, amik nem az élesztős. Yes. De tudod mennyi kell miből? Hát ebből... Sok. Ebből nem sok amúgy. 140 G és a fele kéne ebből. Hú, de jó, hogy ezt nem láttátok közelre, nagyon rosszul érzett. Jó, jöhet bele a liszt. Az gyúrt össze. Ez nagyon folyékony lett sajnos. Hol a liszt? Elfogyott. Kidobt. Nincs liszt. Ne, ott van. Ne sokat. Jó. Hagyj még egy kicsit. Jó. Ez egy lisztes lángos lesz. Biztos tök finom lesz. Segíts, már egy kezem van!
Fedd le. Le kell fedni és pihenni, hagyjuk egy órát. Addig felveszük a baby derbét. Na gyere, testvér. Hogy áll? De nagy és puha. Mutassuk puha a és sejtös emetésre. A bébé tészta megkelt. És eddig volt jó. Ja, kérek valamit, amire ki tudom ezt... Ezek most már a lángosok. Formázni, igen. Szóval, amíg ez a kedves fiatalember egy gyúrja és ki formálja a mi kis lángosainkat, én leszek a feltétes ember, aki a feltéteket fogja feltenni majd, ha egyszer elkészül. Hány gereszt kellhet vagy? Három elég? Kiformál. Kiformáztam. Felkészültél a Magic-re? Yeah. Fogod, ezt nézd. Megy a csavarás. Jön és kijön. Hogy szoda figyelj. Kis puf. Ez jó cucc. Ugye? Ez életem vétele volt. Jó lesz ez. Jó, ez kész. Na. Teszt. Ez a kicsi a teszt. Ujjj, bugyog! Blöjj, blöjj, blöjj. Szép teljesítmény. Igen, ez egy kicsit szebb le. Készültek a bébé lángosok, egy fokhagymás tejfölös sajtos, egy magyaros, ami azt akarja, hogy fokhagymás tejfölös szalámis, hagymás békönös, és az édes, ami pedig nutellás áfonyás lett. Azért tudom előre, hogy menjünk így sorrendbe. Igen, amúgy rohadt jól néznek ki meg, szerintem amúgy az íz is így, ahogy csipegettük, egész jó. Vendég, kezd. Please, cut. Kéne egy másik tányért. Jobb. Sokban. No, úgy eddigi munkáink, bébé munkáink. Talán ez a talán gyümölcse között ez. Jó, de volt egy kis segítség. Hát ez cuccol, ez van anyag. Masszív. És a te diétád amúgy hogy áll? Most már nem jó. Magyaros. Ez a tiéd, mert szép barnáltam. Ez? Összességben a lángos tésztánk annyira semleges ízű lett, hogy itt nekem például tökre hiányzik belőle a cukor. Mert például egy fánk. Igen, de a fánkba raksz cukrot. Ja, mint egy cukormentes fánk. Igen, és hogy azért úgy nem elég ilyen intenzív, itt meg hiányzott a só. Melyik íz lett a legjobban? Nekem az első. A sima. Bár... Szerintem nagyon fasza lett a magyaros, hogy ilyen cuccos lett. Nekem az nem. Én ezt amúgy adtam. Az nagyon basic, tehát ilyen sajtos, tejfős, lángos, húha. Jó, a sajtos, tejfős, 10-ben hány pontot adsz? Szerintem az beleköthetetlen, hogyha megsózod. Úgy 10/9. Én egy 8-as tagok. Mi, tök jó a tésztánk is, az állaga, jó krumplis. Én megadom a 9-et neki. A 10-et nem kap, annyit nem érdemel, mert... 10-es nincs. 10-es nincs is. Jó, akkor legyen 8, hogyha 9 a legmagasabb. A magyaros az nagyon tömény lett, hogyha nagyon éhesen oda mennék a strandra, és akarnék egyben jól lakni, meg magyaros ízeket érezni, akkor ezt választanám. De igen, tömény lett, úgyhogy az 10/7. Nekem is 7. Nem, 6. A édes lángos az meg... Nekem az a 7-es. Az meg hülyeség. Nem, ez nekem az a 7-es, az jobb, mint a magyaros. Jó pofa. Szerintem, hogyha lefutjuk a maratont, sem fogjuk ledolgozni ezt a kalóriamennyiséget, ahogy bevittünk. Viszont tudtok benne segíteni, ugyanis egy like, egy kalória, légy szíves, gyűjtsetek nekünk mínusz kalóriákat. 10 000 elég, elosztjuk 5-öt. Ja, az pont jó lenne, úgyhogy... Ha tetszett a videó, dobj egy like-ot, és a következő Baby Konyha Barninál lesz hamarosan. Peace, puszi, pá!